A téli előkészületek már a nyár folyamán elkezdődnek a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságán. Az egész éves feladatok közé tartoznak a hótakarítógépek karbantartása, az intézkedési tervek előkészítése és nem utolsó sorban a gépkezelő szakemberek felkészítése. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága mind a hét mérnökségén felkészültek a kollégák arra, hogy a téli védekezéshez megfelelő járművek álljanak rendelkezésre. Ezért a mai nappal kezdődően téli gépszemléket tartunk, egész héten téli gépszemle lesz minden mérnökségen, ahol meggyőződünk arról, hogy az eszközeink milyen állapotban vannak, meggyőződünk arról, hogy az adapterek, amelyek a sószórást, illetve a hóeltakarítást végzik, azok milyen állapotban vannak, kipróbáljuk őket üzemszerűen. A megyében lévő úthálózat közel 32 ezer kilométer, ebből 2139 kilométer a közúthálózat. A téli időszakban minimum 250 fő munkavállalóra van szükség a megfelelő elhárítási munkálatokhoz. Az országos közútkezelő szabályzata szerint minimum 5 cm vastag hó esetén már elindulnak a járművek és megkezdik a védekezést. 5 cm alatti csapadék mennyiség esetén viszont mérlegelik, hogy szükséges-e vagy sem minden eszköz használatba helyezni. Az életveszélyes helyzeteket a katasztrófavédelem kezeli, de el kell, hogy mondjam, hogy éppen ezért, hogy senki ne kerüljön ilyen helyzetbe, vagy ha került, akkor biztosítani lehessen a megfelelő helyre való eljuttatását. A katasztrófavédelem és a Magyar Közút közösen egy életmentő konvojt hívott életre. Természetesen szükség esetén a katasztrófavédelem felé kell jelzést megtenni, és az életmentő konvoj annak megfelelően indul. A Magyar Közút kéri a közlekedésben résztvevőket is, hogy gépkocsijuk állapotának ellenőrzésével készüljenek a téli időjárásra, hiszen felkészültebben elkerülhető lehet egy-egy életveszélyes közlekedési helyzet.